Az ünnepre hangolódás jegyében advent első vasárnapja előtt egésznapos készülődést szervezett ebben az évben is a Vekerlei Kultúrház. A látogatók készíthettek közösen adventi koszorút, mézes kalácsot süthettek és ajándékokat is csomagolhattak. A szeretet jegyében ugyanis egy új kezdeményezést is elindított idén a Kultúrház. A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum ügyfelei számára ajándékcsomagokat gyűjtöttek. Kora tavasszal, amikor tervezgettük az évet, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy ne csak az esztétikumra gondoljunk, amikor mondjuk egy adventi készülődésnél adventi koszorúkat kötünk, vagy éppen a házat díszítjük, hanem egy picit a lelkünket is díszítsük fel. Mivel lehet a lelkünket feldíszíteni? Természetesen azzal, hogyha másokra jó szívvel gondolunk, és így lett ennek a programnak, vagy a program al címe, hogy szeretettel. A cipős dobozokban hozott kisebb-nagyobb ajándéktárgyakat a látogatók együtt csomagolták be, különleges technikákkal, kreatív ötletekkel. Újrahasznosított papírból csomagoltok, vagy mi a csomagolásnál a szempont? Alapvetően nem ez volt a célkitűzésünk, de sok olyan eszköz található itt és anyag, ami már egyszer valamilyen formában fel volt használva. Például, ha csak ezeket a kis csíkokat említeném meg, hogy természetesen itt a csillagok már egyszer megtalálták a helyüket, ugyanakkor most a negatív formát is használjuk a csomagoláshoz. Akik hozták az ajándékokat, jellemzően ők csomagolták be, vagy csak itt hagyták az ajándékot? Nem, mindenki részt vett a csomagolásba, sokan több órát is töltöttek itt, folyamatosan érkeznek az ajándékok és az emberek. Nagyon sokan érkeztek, 2 órakor már itt 5-en áldogáltak nagy táskákkal, cipős dobozokkal, és hozták az ajándékokat. Nem találok szavakat. Nagyon szép volt. Én magam részéről nagyon, nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem. A kispesti rászoruló családoknak készült szeretett csomagokat a Kultúrház munkatársai vitték át a Szociális Szolgáltató Centrumba. Több mint 50 doboz van, de egy-egy dobozban 5-6 ajándék bújik, tehát azért ez több száz ajándékról van szó. Zömében óvodásoknak és iskolásoknak szóló ajándékok, de van egy-két csecsemőnek szóló dobozunk is, tehát 0-3 éves korú gyerekeknek való, illetve tini korúaknak szóló doboz is van benne körömlak, kis notesz, tehát olyasmi, amit a nagyobb fiúk vagy lányok is kedvelnek, de legó is van egész állatfarm, tehát barbik, rengeteg plüssállat, társasjátékok is vannak, mesekönyvek is. Tehát a korosztály az elég széles, de hát zömében óvodások, iskolások. Nagy örömmel fogadtam, amikor az igazgató asszony megkeresett engem, hogy van egy ilyen ötlet, hogy ilyen kreatív csomagolási technikák elsajátítását szervezik oly módon, hogy a becsomagolandó ajándékok azok ide kerülnek a rászoruló gyerekek számára. Ez szerintem egy nagyon frappáns és kreatív gondolat maga ez az adományozási forma, és hát most ez megvalósult. Hál' Istennek, a családgondozókra bízzuk, hogy melyik családoknál van a legnagyobb szükség, és akkor oda fognak érkezni ezek a csomagok. A Kultúrház munkatársai jövőre is szeretnék megszervezni az adománygyűjtést és a közös ünnepi csomagolást.